Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Gulyás Anita vagyok, nézzük meg mai adásunk tartalmát röviden. Dobovár legújabb kortárs oktatói vehették át tanúsítványaikat a kábítószer egyeztető fórum alkalmával. 46 rászoruló roma nemzetiségű család kapott csomagot Dombováron és Mászlonban. Vas Albert munkássága elevenedett meg a dombovári székelykör rendezvényén. A Nemzeti Művelődési Intézet finanszírozásával sajátítják el a mézes kalács készítés fortéjait Dombováron. Megtartotta ideje első ülését a Dombovári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A 2023. évi munkaterv meghatározása során szó esett a kortárs oktatók további képzéséről, a KEF bővítéséről a vidéki iskolák irányába, a pályázati források kiaknázásáról, valamint nem utolsó sorban a drogprevenciós előadások megszervezéséről. Dombovár legújabb kortárs oktatói vehették át tanúsítványaikat a legutóbb megtartott kábítószerügyi egyeztető fórum alkalmával a közös önkormányzati hivatal újvári termében. A fórumot Németh Tímea elnök nyitotta meg, aki ismertette a napirendi pontokat, melyek között szerepelt a 2023-as év munkatervének meghatározása is, ismertette Gábor Zoltán, rendőralezredes, a KEF társelnöke. Ez volt az idei év első KEF fóruma, ennek megfelelően meghatároztuk az idei év munkatervét, és egy ünnepélyes pillanatnak is tanulni lehettünk, amikor az Esterházy Miklós Technikum 8 végzős kortárs oktatójának adtuk át a megérdemelt okleveleket, illetve egyenpólóikat. A jelen pillanatban a vidéki iskolákat céloztuk meg a munkatervbe is ágyazott ütemezésben. Azt kell mondjam, hogy hál' Istennek az oktatási intézmények abszolút nyitottak és aktívak ebben. A vidéki iskoláknak az integrálása a KEF fórumban szerintem egy elemi feladat. Kortárs oktatóknak a létszáma igazából igazodik az aktuális tantervi tematikához. Én azt gondolom, hogy több kisebb csoport általában hathatósabban tudja elsajátítani ezeket az ismereteket, mint egy nagyobb plénum. Általában 10-15 fő a maximált létszám egy-egy csoportban. Ahhoz, hogy valaki drogprevenciós kortárs oktató lehessen, a legelső és legfontosabb, hogy hajlandóságot érezzen magában arra, hogy társaival kommunikáljon a későbbiekben. Nyitottság és az a fajta érdeklődés, ami szerintem a tudás melegágya. Ha ezzel a fajta érdeklődéssel fordulnak hozzánk, akkor meggyőződésem, hogy a tanfolyamot, ami egyébként vizsgaköteles és vizsgával is zárul, eredményesen abszolválják. Az információkat aktualizáljuk, természetesen a kortárs oktatók, akik egyébként a reményeim szerint minden egyes ilyen rendezvényen részt fognak venni, az ő tudását is, illetve az ő tudásukat is folyamatosan hallérozunk, szinten tartjuk, mindig az aktuális problémákkal, idén például az ELF-bárral kapcsolatos tudásanyagokat fejlesztettük. Azt gondolom, hogy ha dinamikusan változik ez a fajta igény, mint ahogy változik, és dinamikusan változik a tananyag is, akkor hatatosan tudjuk felvenni a versenyt azzal, ami mindannyiunk ellenség, a kábítószer, illetve azokkal a függőségekkel, amik a gyerekek számára fontosak. A 2023-as év munkatervének összeállítása során fény derült arra is, hogy több programot is tartogat majd az idei év Dombováron a prevenció jegyében. Hát ennek az évnek az első negyedévét számszakilag és dátumra pontosan meg tudtuk határozni. A többi dátum, illetve azok a programok, azok a tervek, amik eléggé nagyszabásúak, így a kábítószeres világnapra való felkészülés, még a jövő feladata. Az első olyan nagyon fontos, és azt gondolom, hogy mindenki számára érdekes programsorozat március 10-én 18 órakor kerül megtartásra itt a Dombovári Művelődési Házban. Ez kifejezetten a pedagógusok, illetve a szülők részére egy kábítószer prevenciós, a kábítószer, illetve a fiatalkori kábítószerfogyasztással kapcsolatos problémák felismerési jellemzőknek a nagyobb plénumon való propagálása. Én úgy gondolom, hogy ezt egyébként a tavalyi évben is megtartottuk, talán a tavainál nagyobb érdeklődésre számíthatunk, okulva a tavalyi kábítószeres világnapnak viszonylag nagy létszámán. Az azért látszik, hogy jellemzően egy viszonylag statikus kört érint, illetve érdekel ez a fajta előadássorozat. Én azt gondolom, hogy minél inkább propagáljuk ezt, és minél inkább hangsúlyozzuk a fontosságát, minél inkább tudunk előállni aktuális programokkal és érdekes előadókkal, annál nagyobb lesz ez a plénum. A kábítószerügyi egyeztető fórum ülései alkalmával a felmerülő problémákra keresi a megoldást a munkacsoport. Feltett szándékom, hogy a kábítószerügyi egyeztető fórum egy olyan műveleti értekezlet is legyen, ahol konkrét problémákat és a helyi viszonylatban konkrét megoldásokat találunk. Nyilvánvaló, hogy elhangzanak olyan általánosságok, amik elsősorban preventív, generális preventív viszonylatban
jelentősek, de ettől függetlenül nem gondolnám, hogy a fórum olyan értelemben kiüresedett, hogy nem foglalkozna az aktualitásokkal. A programban résztvevő fiatalok csoportos formában sajátíthatták el a kortárs segítői tevékenységhez szükséges kommunikációs, önismereti és szakmai ismereti alapokat, emellett a problémák hatékony kezelésével is foglalkoztak a képzés során, melyet nagyon hasznosnak találtak az oktatáson résztvevő diákok. Ha egy olyan dologról kell például drogokról vagy bármi ilyesmiről beszélni, akkor azt mi a kortársainak nyilván jobban át tudjuk adni, mint egy felnőtt. Én például el tudtam sajátítani azt, hogy sokkal jobban tudok az emberekkel beszélni, meg nem vagyok annyira feszült állapotban, hogyha a közönség előtt kell előadnom, beszélni, és nem dadokok annyira. Azért tartottam ezt fontosnak, mert jobban tudok beszélni így az emberekkel, és mindenféle félelemérzet nélkül jobban tudok velük kommunikálni. És ez 10 óra volt. Nekem bevallom tetszett, bár először nem nagyon szerettem volna jelentkezni, de úgy vettek rá, hogy jelentkezzek, és nekem nagyon tetszett. Azért tartom fontosnak, mert így a korosztályunk így jobban észreveszi egy kicsit, hogy ezeket a szereket nem nagyon kéne inkább használni, és egészségesebb életmódot élni. A legközelebbi program március 10-én 18 órakor kerül megrendezésre a Dombovári Művelődési Házban, mely egy drogprevenciós előadás lesz. Dombovár város önkormányzata és a dombovári roma nemzetiségi önkormányzat csomagosztási akciót szervezett a rászoruló roma nemzetiségű családok számára. Az előre kiértesített családok lisztet, cukrot, sót, tésztát, édességet, teát, konzerveket tartalmazó csomagokat vehettek át az önkormányzati képviselőktől. A jövőben is arra törekednek, hogy a lehetőségekhez mérten minél több alkalommal tudják segíteni a rászorulókat. Dombovár város önkormányzata a roma nemzetiségi önkormányzattal karöltve minden évben szervez egy akciót, amelyel a rászoruló roma származásúakat segítik. Az előző évek folyamán ezt a kezdeményezést karácsony környékén valósították meg, ám 22 év végén úgy határoztak, hogy miután sok jótékonysági kezdeményezés volt a szeretet ünnepét megelőzően, így a tartós élelmiszercsomagokat januárban adják át a rászorulóknak. A csomagokat Ligorovics Zsolt, a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke, Orsós György, a roma nemzetiségi önkormányzat képviselője, Horváth Józsefné és Futó Péter Dombovár város önkormányzatának képviselői osztották szét az előre értesített roma családok között. 46 család kapott tartós élelmiszercsomagokat, amiben ugye van cukor, édesség, kávé, konzerv, egy kis nápoi, és gyakorlatilag ugye karácsony előtt azért mindenki próbált igyekezett megoldani az ünnepeket. Én úgy gondolom, hogy most az ünnepek után is kell enni, és jól jött sok családnak ez a tartós élelmiszercsomag, hogy jó pár napra meg tudják oldani a családnak az étkezését belőle. Húsvétre is tervezzük, hogy legyen. Korlátozottak a lehetőségeink, de én úgy gondolom, hogy eddig is, mint eddig is, ezután is meg fogjuk oldani, hogy tudjunk egy kis támogatást adni, hiszen segíteni, adni öröm, és főleg olyan embereknek segíteni, akik nagyon rászorultak erre. Elég gyakran engem is megkeresnek a körzetemből emberek, és akinek tudunk, tényleg segítünk, azért az önkormányzatnak a jelenlegi támogatási rendszere szerintem nagyon igazságos és nagyon jó. Aki tényleg nehéz helyzetben van, tényleg krízis helyzetben van, az önkormányzathoz bemegy, és segíteni tudunk. Dombovár város önkormányzata az év minden szakában arra törekszik, hogy segíteni tudja a rászorulókat. Az önkormányzatnak a lehetőségei korlátozottak, és én úgy gondolom, hogy a 2019 óta Dombovár városának a képviselőtestület és a polgármester úr is mindent megtesz azért, hogy tudjuk támogatni a nehéz sorsú embereket, de már évek óta civil szerveződés is van a városban, nem egyszer, nem kétszer, akár iskola kezdésre gondolva, akár karácsony előtt is, ahol tényleg megmozdulnak a dombovárjak is, adakozóak is, támogatják azokat, akiknek hát az életkörülményeik olyanok, hogy rászorulnak erre. A mai helyzetben, ami van az ország, meg van a Dombovár város önkormányzata is, úgy gondolom nem egyszerű költségvetésből ilyenre fordítani, leginkább pályázatból. És ez ügyben is nagyon sokat teszünk, és igyekszünk megtenni, amit lehet, hogy aki tényleg nagyon helyzetben, nagyon nehéz helyzetben van, tudjunk rajtuk segíteni. A kezdeményezésnek köszönhetően 46 rászoruló roma nemzetiségű család kapott csomagot, melyből 14-en Mászlonyban laknak, 32-en pedig Dombováron.
A dombovári Székelykör a tavalyi évben csatlakozott a Tamási Áron emlékévhez, amely kapcsán több előadást szerveztek. A sorozat utolsó összejövetelére a Művelődési Ház majoros termében került sor, ahova azokat várták, akik szívesen olvassák Vas Albert műveit, vagy szeretnék a jövőben kezükbe venni írásait. Markovics Magdolna vezetésével és az egykori Vas Albert olvasókör tagjainak részvételével zajlott az erdélyi magyar író és költő munkásságát megelevenítő rendezvény. Kortársunk Vas Albert címet kapta az az előadás, amely a Tamási Áron emlékévhez kapcsolódva került lebonyolításra a dombovári Székelykör szervezésében. Kézenfekvő volt, hogy a valamikor a városban működő olvasókör szerepet kap az est folyamán. 20 évvel ezelőtt megalakult a Vas Albert olvasókör, akkor nagyon magas létszámmal, meg érdeklődéssel, és ez azt jelentette, hogy úgy működtünk, hogy minden hónapban egy regényt elolvasott mindenki, a hónap végén összeültünk és beszélgettünk róla, meg megvitattuk, meg elemezgettük, és így szépen körbe jártuk a világirodalmat, illetve a magyar irodalmat, és nem csak Vas Albertet olvastunk természetesen, hanem minden más magyar. És sajnos a Covid alatt megszűnt Tehát szétszélettünk, talán picit bele is, meg is fáradtunk már, vagy én legalábbis megfáradtam. És most ez egy új lehetőség, hogy a Tamási Áron emlékév keretében ugye erdélyi költőket, írókat mutattunk be, vagy mutat be mindig valaki más, hogy most Vas Albertről szólaljunk meg, hogy újra összeverődtünk, és hát én mondom a narrációs szöveget, a többiek pedig részleteket fognak felolvasni Vas Albert említett műveiből, vagy visszaemlékezéseiből. Január-február az Vas Albert évforduló, a születésének is és a halálának is az évfordulója, és így januárban alakultunk, aztán valaki kitalálta, hogy legyünk akkor Vas Albert olvasókör, és így lettünk. Vas Albert nevét hallva kinek ez, kinek az jut eszébe? A személyével kapcsolatos vádak miatt sokan nem szívesen vették kezükbe írásait. Nekem a hontalanság a legelső, ami eszembe jut, és ez meg is fog jelenni most itt a felolvasások között, mert van egy visszaemlékezése, hogy 11 éves voltak, amikor Reményik Sándornak ez az Adjátok vissza hegyeimet című filmben is megjelenik, és onnan vettük. Hallja Kolozsváron Reményik felolvassa, nagyapja, a Vas Albert nagyapja házában olvassa fel az Erichatus című versét, és akkor odaáll Reményik elé, és azt mondja, hogy én veled itthon maradok veled, Sándor bácsi, és hogy ez mennyire nem sikerült, sőt úgy tudom, hogy még ma is háborús bűnösként tartják nyilván Romániában, egy koholt vád alapján, erről is fognak szólni idézetek, vagy bejegyzések, visszaemlékezések, hogy nem is volt ott, ahol tömeggyilkossággal vagy gyilkossággal vádolták. Tehát nagyon sok igazságtalanság. Ez is eszembe jut róla. A Vas Albert felolvasó est az író talán legismertebb művének, az Adjátok vissza a hegyeimnek című alkotásának vezérfonalát követte. Onnan nem tudunk nagyon elkanyarodni, mert én hajlamos vagyok arra, hogy ki kanyarodjak a történetből. Úgyhogy igen, az alapján az egyik olvasókörös, kedves kolléganő állította össze a PowerPointos képeket, és ahhoz már csak a szöveget kellett kikeresni. Az olvasókör tagjai örömmel fogadták az ötletet, hogy közösen idézzék meg az erdélyi magyar író és költő munkásságát. Mindannyian meleg szívvel gondoltak vissza azokra a délutánokra, amelyeket együtt töltöttek egy-egy mű feldolgozásával, elemzésével. Az olvasókör során havonta egy alkalommal szoktunk összejönni. Előre meghatározzuk, hogy mit olvasunk, és utána a Markovics Magdolna iránymutatásával feldolgozzuk az olvasottakat. És ez nagyon jó, mert a mindennapok fölé segít egy kicsit felemelkedni, kicsit eltávolodni
tehát a művészetek segítségével könnyebb a mindennapok terhét cipelni. Nagyon sokszor egymást inspiráljuk, és vannak olyan dolgok, amire egymás segítségével jövünk rá. A természet szeretetet mindenképpen megemlítik azok, akik előszeretettel forgatják a kezükben Vas Albert műveit, de mást is kiemelhettek vele kapcsolatban. Az erős istenhit, amit nagyon fontosnak tartok ebben a mai világban. A kedvenc talán a Fontinelli boszorkány és a farkasverem. A Majoros Galéria megtelt érdeklődőkkel, akik a mindennapok rutinjából kizökkenve örömmel hallgatták az olvasókör tagjainak felolvasásait. A közösség építés a célja annak a foglalkozásnak, ahol a mézes kalács készítését sajátítják el a résztvevők. Az első ilyen sütemény feltehetően mézből, lisztből, vízből kevert kása volt, amelyet forró kövön szárítottak időszámításunk előtt 3000-del, pedig különböző agyagformák segítségével már alakot is adtak ezeknek a süteményeknek. A világ fejlődésével pedig folyamatosan újabb eszközökkel bővül a szaggatás díszítés technikája is. A domovári szakkör résztvevői igazi közösségé formálódtak a már 11 foglalkozás alatt. A Domovári Művelődési Ház emeletét mézes kalács illat tölti be hétfőnként, amikor a Nemzeti Művelődési Intézet finanszírozásából megvalósuló szakkörre összegyűlnek az asszonyok, hogy a változatos alakra szaggatható sütemény elkészítésének és díszítésének fortéjait elsajátítsák. Maga az alkotás a mai világban egy fantasztikus kikapcsoló dolog, és az apra nagyjától elkezdve az, hogy feledésbe merült, soha. Tehát ez mindig itt volt, pont ezért, mert annyira sokrétű. Tehát maga az, hogy miket alkotunk, és nem csak kimondottan karácsonykor, hanem a nagyobb ünnepekre is, a húsvéttől elkezdve, akár egy szülinap, névnap, vagy akár csak elfogyasztani is, mert finom. Tervünk, hogy majd meghívjuk a hozzánk közelállókat egy-egy eszmecserére, és ugye ez volt a feltétel, hogy minimum öt emberrel induljunk. Nekik adott egy csomag, amit teljes mértékig ők állnak, a kötténytől a deszkáig, az alapanyagokig minden benne van, ez egy nagy lehetőség, és a cél maga a közösségteremtés, ugye a különböző helyzetek eltávolították az embereket egymástól, és így most próbáljuk a közösséget összehozni, mert ettől szép, hogy együtt dolgozunk. Van egy 20 részes kis film a szakkör oldalon, ahol már képzőművészek és régóta dolgozó emberek kisfilmet csináltak erről, hogy mi az az elvárás, egy tematika, de hát azért mellé-mellé lépünk, mert ugye karácsonykor már bejött a piros szívecske, tehát előreléptünk a piros mázas dolgokkal, tehát nincs megkötve a kezünk, de lesz egy kiállításunk májusban, ahol viszont azért nagyjából meg kell lenni annak, amit ők előírt nagyjából. Tehát itt nem lehet megkötve lenni, mert mindenki szárnyal és alkot. 20 alkalmas tanfolyamról beszélünk. Meghatároztuk mi, hogy nekünk a hétfő 2-től 5-ig egy olyan intervallum, ami mindenkinek megfelel. Össze is jövünk, ha nincs esetleg valaki beteg. Az elején fontos volt, hogy együtt gyúrjuk a tésztát. Az állagát, a sütését, hogy milyen minőségű, milyen lesz. Tehát én elmondtam a tapasztalataimat, és hát otthon dolgoznak azért a hölgyek javarészt. De most már volt egy ilyen, hogy hát spóroljuk meg az időt azzal, hogy valaki elvállalta, hogy mindig hozza készen a tésztát, itt el van osztva, gramra pontosan, és így dolgozunk, tehát már egyből a munka megy, hogy legyen egy kis termékünk mindig, egy produktum, mert ugye fényképeket készítünk, amivel ugye mutatjuk, hogy mi készül, és ott mindig van a végén egy produktum, hogy mi is az, amivel dolgoztunk. A lisztből, mézből, tojásból és fűszerekből álló édesség díszítéséhez nem árt a kézügyesség és a sok gyakorlás. A mézes kalácsot többféleképpen díszítheti a készítője. A közelgő Valentin napra is egy igazán szívhez szóló ajándék lehet. Szerintem végtelen a történet. Ugye van az alap mázas, cukormázas, habos díszítés. Ott is millióféle kis motívum, hogy ki milyen hangulatba, ki milyen időszakra készül, mert tényleg végtelen a történet. És akkor most pedig magokkal díszítünk, ami egy finom is, különleges is, és tényleg az ember úgy tud szárnyalni az alkotás közben, hogy csak mutogatjuk egymásnak, hogy na most aztán én megint hoztam egy ötletet, hogy legyen egy kis érzelem is belevéve a világba, tehát nem feltétlenül az, hogy most nagy ajándékokat, de akár egy mézes kalács szív, és egyébként ez a régi időszakban is maga a szívecske, a tükrös szívek, mert az is készül,
nem azzal a nagyon színes motívumokkal, azért utána néztünk, az íze sem volt jó, de aki kapta, ott mindenképpen egy jelzés volt, hogy ott szerelem van, és egy párkapcsolat alakul, hogyha elfogadta a hölgy ezt a tükrös mézes karács szívecskét, és azért ezt vissza szeretnénk picit változatosabban, de visszahozni. Az internet számtalan receptet tartogat a sütni vágyoknak, de a családi, baráti társaságok is gyakorta cserélgetik egymás között a jól bevált recepteket. Van, aki szerint akkor az igazi, ha ropog, de akad, aki a puha, omlós mézes kalácsot majszolja szívesen. Vannak alap kis fortélyok, kinek milyen a sütője, mert épp az eredmény, hogy megosztjuk mindig a dolgokat, és mindig van, akinek még megsült az alja, túlsült, fölül nem sült, meg hogy elég keveréses sütő, az egy kicsit kívánja azt, hogy ki kell tapasztalni, és akkor itt próbáljuk egymásnak a tapasztalatait elmesélni, elmondani. Nagyon sokan jönnének szívesen. De hát ugye nem, egyszerűen a hely sem alkalmas arra, hogy ötnél több emberre, ugye hát konyhába sürgünk, forgunk, itt is hát lehet oda, itt megy a sütés, a szaggatás, a másik asztalnál esetleg a rajzolás, akkor már itt is azért el kell húzni az asztalokat, hogy fölkészüljünk a munkára, hogy mindenki kényelmesen és szépen tudjon dolgozni. Az asszonyok a szakkörön kívül is heti szinten begyúrják otthon a mézes kalács tésztát, hogy aztán kedvükre formálják és díszítsék, akár a család legkisebbjeinek segítségével. Én nagyon szeretek közösségbe lenni, és mindig érdekeltek az ilyen kézműves dolgok. Elég sok ágazatát próbáltam már ki. A mézes kalács az mindig ilyen amatőr szinten ment, és most nagyon örülök, hogy új dolgokat tanulhattam, új technikákat, és hát csodaszép dolgok készültek. Találtam egy új közösséget magamnak, akik úgy érzem, hogy barátok is lettek, nem csak ilyen hétfői közösség. És hát igazából az örömöt adta, hogy az alkotásnak az örömét, hogy látom, hogy képes vagyok ilyen dolgokat megcsinálni, megcsodálkozhatok mindig a többiek által készített dolgoknak. Meg az ember állandóan bóklászik a neten, keres új dolgokat. Meg az ajándékozás örömét is. Tehát most itt voltak az ünnepek, a karácsony, és olyan jó érzés volt ajándékozni mindenkinek belőle. A Nemzeti Művelődési Intézet által életre hívott kezdeményezés célja a közösségépítés. A dombovári mézes kalács szakkör tagjai igazi társasággá kovácsolódtak az elmúlt időszakban. A mindennapok folyamán is számos olyan programot csinálnak együtt, ami nem a sütésről szól. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!